Európa nagy ragadozói, a farkasok, a hiúzok és a medvék több száz év üldöztetés után visszatértek. Az utóbbi időben állományaik számos országban, így Magyarországon is megerősödtek. De miért jó ez nekünk? Mert természetes élőhelyeiken fontos szerepet töltenek be. A nagy ragadozók hatással lehetnek a közepes testű ragadozókra, például a macskára vagy a rókára. A nagy testű növényevők, például szarvasok zsákmányolásával gyorsabb lehet az erdő természetes megújulása, és fajgazdagabbá válhat a cserjeszint, amely aztán további állatoknak biztosíthat élőhelyet. Egyes nagyragadozók a káros, inváziós fajokat is visszaszoríthatják. A természetvédelmi szakemberek évtizedeken keresztül küzdöttek azért, hogy nemzetközi szinten is megfelelő védettséget élvezzenek a ragadozók. Többek közt a vadgazdálkodók munkája miatt is jelentős vadbőség állt elő, ami terített asztalt jelent a nagy ragadozók számára. Az erdőkezelés sok esetben természetszerűbb lett, ezzel élőhelyet teremtve a ragadozóknak és zsákmányaiknak egyaránt. A kutatók bebizonyították, hogy e fajok milyen jelentősek az emberiség számára. A farkasok által sűrűn benépesített vidékeken például kevésbé fordult elő a vaddisznókat pusztító sertéspest is, mert a beteg állatokat kigyomlálták a ragadozók. A patások állományainak csökkentésével és zavarásával a nagy ragadozók segíthetik a növényzet megújulását, ami végső soron hatással lehet az ízeltlábúakra, madarakra és kisemlősökre egyaránt. Persze a ragadozók nem szentek. Elragadhatják a haszonállatokat, megnehezíthetik a vadgazdálkodási munkát, és ritkán az emberi életre is veszélyesek lehetnek. Az ember vadvilág konfliktusokra rövid távon egyszerű megoldást találni. De ezek hosszú távon csak akkor működnek jól, ha megpróbáljuk megérteni a konfliktusok gyökerét, és a megfelelő védekezési módszert választjuk. Ezek közé tartoznak a gazdák számára alkalmazható villanypásztorok és nagytestű őrkutyák. Azonban az is fontos, hogy a szakemberek kapcsolata kölcsönös bizalomra és folyamatos együttműködésre épüljön, hogy ne kelljen a felmerülő problémák megoldását ismét az alapoktól elkezdenünk. Az ember-vadvilág konfliktusok inkább ember és ember között alakulnak ki. A természetvédő, erdész, vadász, állattartó és kutató közös munkája, hogy ma ismét köztünk élhetnek a nagy ragadozók. A felmerülő problémákat is együtt kell hát megoldanunk. Keressünk helyi megoldásokat, mert az együttélés lehetséges.